Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Tájkép magazin 15. évfolyamának 9. számát látják, Szent Gál, Herend és Bán magazin műsorát. Nézzük a mai kínálatunkat! Mézes háspúd. Nem szokványos látogatás a hagyományos kiállításon. Évindító gondolatok dr. Simon Attilától, a Porcelán Manufaktúra igazgatójától. Kovács Dániel lelkipásztor ünnepi igehirdetése karácsony napján. Különleges meghívásnak tettünk eleget, mikor karácsony előtt ellátogattunk Háskútra, az idén is berendezett Mézes Kalács faluba. Bár a szervezők nagy körültekintéssel gondoskodtak arról, hogy a korlátozások idején az ablakokon át jól látható legyen Mézes Háskút az érdeklődők számára, most mégis érdemes velünk tartani és alaposan körülnézni az illatos finomságok között. Nagyon köszönjük az invitálást, egy olyan helyre látogathatunk ma el, ahova sajnos a korlátozások miatt nagyon kevesen juthatnak el, sőt az advent idején én nagyon sokszor gondoltam a tavalyi élményeinkre, amikor láttuk itt a Mézes Kalács épületeket, csodákat, hogy vajon sikerülni fog-e az idei évben is ezt a csodát megteremteni. Mennyire volt ez biztos számatokra, hogy ennek lennie kell és meg tud valósulni? Tavasszal már igazából az első hullám idején, mert mi eldöntöttük, hogy mindenképpen meg fogjuk szervezni, hogy ne szakadjon meg ez a hagyomány, és már azóta ötleteltünk, hogy miként lehetne így más formában azért mégis meglesni ezt a kiállítást. Úgyhogy igazából a polgármester úrral is már akkor megbeszéltük, hogy mindenképp elkezdünk készülni rá. Legkésőbb október közepén mindig el szoktuk indítani a felhívást, hogy süssük meg Mézes Háskutat Mézes Kalácsból, és ugye plakát is készült, és akkor fel is tettük a legtöbb helyre, a hirdetőtáblákra, illetve a közösségi oldalakra, és akkor ugye kaptuk azért a visszajelzéseket, hogy nagyon örülnek az emberek, hisz tényleg egy jó kis dolog ez a Mézes Kalácssütés, illetve nagyon nehéz most, és szerintem a hangulat miatt, hogy ez az otthonsütés, ez a kis fűszeres illat, ez mindenképpen egy kicsit hangol a karácsonyra. Azon is gondolkodtam egyébként, hogy ugye tavasszal mindenki kenyeret sütött. Az is lehet, hogy idén többen sütötték a Mézes Kalácsot karácsonyra, mint eddig? Lehetséges, de sajnos mi az idén egyébként kevesebb házikót kaptunk, és egy picit ettől meg is ijedtünk, de aztán mindenképpen úgy voltunk vele, hogy hozzásütünk jó párat, mert hogy legyen meg ez a falu hangulat, és ugye hát mivel itt nem lehetnek rendezvények most már egy ideje, ezért itt is fönt is sütöttünk és készültünk rá. És a kiállítás nem mozdul el ebből a teremből, és ennek azt hiszem, hogy jó oka van, mesélj erről kérlek. Igazából ezt kitaláltuk, hogy majd legyen bekukucskálós elég hamar, és az ablakokat is levettük, a függönyöket, kidíszítettük még jobban, mint az előző években, és ugye kipróbáltuk, hogy elég jobb be lehet kintről látni, illetve már így az évek során mindig fejlődött ez a fönti kis tartószerkezet, a csavarok, a drótok, úgyhogy ez már azért nekünk könnyebbség ilyenkor felépíteni erre akár az égboltot is, és ugye az asztalok is rendelkezésünkre állnak, illetve azért elég sok pici elem van, ami itt fönn készül, illetve vagy otthon akár, de hogy jó, hogy akkor itt van már mindjárt kéznél, amikor építjük ezt a birodalmat. Mit lehet egyébként az idei birodalomról tudni, mennyiben különbözik az előző évektől ez a falu? A témaválasztás is ugye más. Igazából az idén nem árultuk el a dekoráció témáját, mint tavaly, ugye tavaly a jubileumi 5. évben,
és mindig ilyen 3-4 ötlet van a fejünkben, de hogy most ugye nehéz ez az időszak, és ezért gondoltunk, hogy választjuk ezt a betlehemi témát, ugye Havas Betlehem a témaneve, mert hisz az embereknek most annyira hiányoznak ezek a találkozások, és ezért gondoltuk, hogy az első találkozásra emlékeztetjük az embereket, aminélkül nem lenne karácsony. És mit lehet tudni arról, hogy akik küldtek, milyen korosztályból küldtek, milyen érdekességeket küldtek? Van esetleg olyan épület, amit eddig még nem láthattunk ebben a faluban, és idén már elkészült? Nagyon vegyes a korosztály, mi nagyon örülünk, hogy a családokból igazából az egész család kiveszi a részét, úgyhogy idén is kaptunk fotókat is, hogy az egész család készítette. Ami különlegesség az idén, hát az idén a falubuszt a szarvasok húzzák. Mindig próbálunk egy kis tréfát ebbe belecsempészni, hisz a falu gondnokunk Zöld Tamás, a harmadik személy Wagenhoffené Tehel Viola mellett, akivel így felépítjük, és egy kicsit mindig megvicceljük. Készült az idén kilátó, egy nagyon különleges vonat. Készült ugye a hátsó rész, ami a terepasztal az idén, ami különlegesség, ugye a dekoráció részét képezi, oda elkészült kis háskút, a falu jellemző az esztergáli forrás, nincs innen messze egy 20 perces séta, illetve egy ahogy a terepasztal a télből átér egészen a sivatagi tájba, sivatagi tájba pedig elhelyeztünk a betlehemet. Úgy tudom, hogy sok minden más lehetőséget is megpróbáltatok megragadni, hogy a közösségi szintérrel részt vehessetek itt a település közösségének az életében. Próbálunk segíteni rendezvényeken, vagy hát igazából minden évben. Most az idén ugye nem lehetnek rendezvények, de próbálunk akár egy kicsit a templom ilyen jelképes programjaiban is segíteni, illetve hát itt is nem tudom, amennyire lehet, tényleg ezt a kis meglesős részt próbáltuk itt is úgy kialakítani, hogy tényleg az emberek az udvarról is klasszul lássák. Ugye van is kint egy tévénk, illetve majd fogunk ugye videó és plakátokat is készíteni, hogy meg lehessen minél jobban tekinteni ezt a kiállítást, és hát folyamatosan ötletelünk, hogy tényleg amilyen módban lehet, akár a templom, a plébánia a kis közösségi dolgozóival, ott is, hogy össze tudjunk dolgozni, hogy ezért valamilyen formában ez az ünnepvárás meglegyen. Mindenképpen próbáltuk úgy, hogy azért a lelkeket is ugye megérintse, mert szerintem nagyon fontos ez most, mert nagyon megvan mindenki, tényleg így megviseli nagyon ezt az időszak, és szerintem akit bekukkant a kiállításra, az mindenképpen ilyen szívet melengető kis hangulatot lát itt benn, és szerintem főleg ebben a ködös időben mindenképpen érdemes benézni. Hárman vagyunk mindig, akik megépítjük ezt a kiállítást, és ez abban a pillanatban, amikor megkapjuk a házakat, és ahogy jónak látjuk, hogy a terepasztal egy szép összképet alkosson, úgy állítjuk össze. Minden évben jönnek szebbnél szebb alkotások. Az idén is nagyon szép házikókat kaptunk. Kaptunk templomot, kaptunk Betlehemet, többet is kaptunk belőle. Annyira különleges dolgokat csinálnak az emberek, különböző színű mézes kalács tésztából, tehát ez is ad egy külön bájt az egésznek, hogy nem csak egy színből áll, hanem olyan nagyon vegyes az összkép, és erre próbálunk is mindig törekedni, hogy minél látványosabb, minél szebb legyen, és próbáltuk úgy kialakítani, pont ez miatt, az idei helyzet miatt, hogy egy kicsit a terepasztal úgy álljon össze, hogy akik hoztak házikókat, ha benéznek az ablakon, akkor mondjuk meglássák a saját művüket. És ettől talán jó érzést tölti el őket, hogyha elmennek itt a művelődési ház előtt. A korábbi években talán nem láttam, ami most ott a kompozíciónak a hátuljában szerepel leghátul, ilyen kis házhomlokzatok. Egyébként ez honnan jött ez az ötlet, és valóban újdonság? Ez igen, újdonság. Az az igazság, hogy ebben az évben arra törekedtünk a kolléganőmmel, hogy minél több ház legyen. Megijedtünk egy kicsit, hogy talán a vírushelyzet miatt kevesebb házat fognak hozni, és nekiálltunk gőzerővel sütni a házakat, meg a házlapokat,
és így dekopírfűrésszel fűrészeltünk, meg ragasztottunk, meg mindent megcsináltunk annak érdekében, hogy minél látványosabb, minél többnek tűnjön a kiállítás, tehát több ház legyen benne. És akkor ezek lettek most azok a domboldalak? Igen, a domboldalak, tehát a hátsó részen is a domboldalak, meg a betlehemi tájban is készítettünk egy hárskúti részt, ott is megcsináltuk a hárskúdat körülvevő hegyeket, és raktunk rá házakat, fenyőfákat, mindenfélét, hogy tényleg látványos legyen, és szemnek tetsző, hogyha valaki ránéz, hogy ez egy különleges dolog az idén, észre lehessen venni. Nagyon szomorú különbség a tavalyi kiállításhoz képest az, hogy ugye tavaly olyan kiegészítőkkel készült itt a kiállítás, ahol fotózkodhattak a látogatók, hát ők most idén nem jöhetnek el, viszont Betlehem volt az idei téma, és ide került is egy nagyon szép Betlehem, ami ugye nem mézeskalás, de valahogy mégiscsak nagyon beleilleszkedik a kiállítás hangulatába. Törekedtünk arra, hogy ezek a figurák olyan színben érkezzenek ide hozzánk, hogy az megfeleljen a mi ízlésünknek, és beleillik a tájba. Tehát nem színes figurák vannak, hanem szép natúrszínek, ami a mézes kalácshoz illik, és próbáltuk a tájat is úgy kialakítani, hogy igazán átérezze az, aki benéz, hogy hogyan alakulhat át egy táj házskútból, mondjuk talán reméljük, hogy a havas házskútból átalakul egy sivatagi tájá, ahol a birkák vannak, meg egyéb figurák, ami mind megtalálható a Betlehembe. Mik ezek a lépések egyébként? Tehát indulunk házskúton a templomtól? A lépések, ahogy elkezdjük a házskút, aztán megyünk az Esztergáli völgybe, ott van nekünk egy nagyon szép forrásunk, ami egy ilyen picike kis tavat táplál, akkor onnan átmegyünk egy ilyen vegyes tájba, és onnan jutunk el a Betlehembe. Az az igazság, mikor építettük ezt az egész terepasztalt, mindent, törekedtünk arra is, hogy látványos legyen, tehát mindenhol, ahogy látható a kiállításban is, kapott egy felső világítást, ami nagyon fontos szerepe a mi kiállításunknak, mert úgy érezzük, hogy ettől van egy sajátos hangulata, felhőkkel, csillagokkal, hópelyhekkel. Szerintem nagyon szépé teszi az egész tájat. Ez ugyanúgy megvan a hátsó terepasztalon, és ugyanúgy megvan a mézes kiállítás felett, mert ugye úgy építjük meg minden évben a mézes kalács kiállítást, hogy a kiállításban csak idei művek vannak, és akkor, hogyha esetleg valami maradt, ami előző évi, azt maximum az ablakokba, vagy ilyen dekorációs célra használjuk már csak fel. Hát és egy nagy kérdés, ami minden évben felszokott egy ilyen szép kiállításnál merülni, hogy meddig áll együtt ez a rengeteg szép mézes kalács, és mennyire lehet abban reménykedni, hogy esetleg majd látogatható lesz. Az az igazság, hogy minden évben úgy szokott lenni eddig az elmúlt években, hogy megvártuk, a Hatesznek volt egy programja, a Kauker Márton emléktúra, és az emléktúráig szokott tartani a kiállítás. Hát az idén nem tudjuk, hogy hogy kerül az megrendezésre, de mivel nem lehetünk végpont, várunk arra és számítunk egy kicsit arra, hogy talán lesz olyan enyhítés, hogy ha kihúzzuk a kiállítás időpontját mondjuk január végéig, vagy esetleg februárig, akkor lesznek esetleg olyan lazítások, hogy megtekinthető lenne, ha máshogy nem, esetleg a családoknak a mézes kalács kiállítás. Dr. Simon Attilával, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatójával már találkozhattak nézőink magazinunk előző karácsonyi számában. A manufaktúra közösségi felületein pontosan új év első percében megjelent egy új videóüzenet, amiben a 2021-es év érkezése kapcsán foglalja össze gondolatait vezérigazgató úr. Kérem, tekintsék meg velünk ezt az összeállítást! Tisztelt Herendi Porcelán barátok, hölgyeim és uraim! Magunk mögött hagytuk a karácsony ünnep fényeit, és most itt állunk az új esztendő küszöbén. Minden esztendő elején teli vagyunk várakozással,
és bízunk abban, hogy egy újabb, egy sikeresebb esztendő fog következni. Most már bátran állíthatom, hogy az egyik legnehezebb, legemberpróbálóbb évet hagytuk magunk mögött. Könnyű évet vártunk 2020-tól, ehhez képest csupa nehézséget kaptunk. De a nehézségek erőt adtak számunkra. Erőt ahhoz, hogy a Herendi Porcelán Manufaktúra 2020-ban is egy sikeres esztendőt zárjon. Sikeresek voltunk, mint gazdasági társaság, sikeresek voltunk, mint társadalmi felelősségvállalással bíró közösség, és sikeresek voltunk, mint szolidáris közösség is, hiszen mi azt mondjuk, hogy szolidárisnak kell lenni a világgal szemben, az országgal szemben, ahol élünk és dolgozunk, és a helyi közösséggel szemben. 2020-ban megőriztük a munkahelyeket, egyetlen egy munkavállalónak sem szüntettük meg a munkaviszonyát, a teljes munkabért mindenkinek mindig kifizettük, sőt arra is volt lehetőség a szolidaritás jegyében, hogy 2020 karácsonyán külön karácsonyi pénzt tudjunk adni. Hiszen meggyőződésünk, hogy az emberek lelkére is oda kell figyelni. Megőriztük egész évben a manufaktúra egészségét, a manufaktúra folyamatos működését, egy percre sem kellett a manufaktúra kapuit bezárni. Örülünk annak, hogy segíthettünk kereskedelmi partnereinken az ő munkájukban, örülünk annak, hogy rendkívül erőteljes, innovatív termékfejlesztési tevékenységet tudtunk folytatni. Ebben az esztendőben is több száz új herendi alkotás született, amelyet hamarosan a világ elé fogunk tudni tárni. Nincs olyan lakásbelső, nincs olyan korosztály, akihez illő, vagy amihez illő herendi porcelánt ma ne tudnánk kínálni. A nehézségekre úgy tekintettünk ebben az esztendőben, mint lehetőségre. Lehetőség, hogy a herendi manufaktúra még jobban működjön, még kiválóbb szintre emelkedjék, és továbbra is megtartsa világvezető porcelán manufaktúra szerepét. És ezek a nehézségek megerősítettek bennünket, hiszen tudjuk, hogy a repülő is széllel szemben száll fel. Optimistán tekintünk 2021-re. Meggyőződésünk, hogy a manufaktúra két évszázados múltja a jelenben, a jövőbe vezet bennünket. Tesszük a következő esztendőben is a dolgunkat, amely abban foglalható össze, hogy úgy kell dolgoznunk, úgy kell tenni mindennapjainkban a munkánkat, hogy többet hagyjunk az utókorra, mint amennyit elődeinktől kaptunk. Minden képességünk, tudásunk és erőnk megvan ahhoz, hogy a Herendi Porcelán Manufaktúra megőrizze és megtartsa világ első szerepét. Minden tudásunk és lehetőségünk megvan ahhoz, hogy a herendi porcelán a jövőben is az egyediséget, a kiváló minőséget, az eleganciát, a művészességet és az értékállóságot hordozza. Kívánom mindannyiunknak 2021 évben, hogy legyen bölcsességünk a nehézségek és a problémák megoldására, legyen gondolkodni képes emberi elménk és testi egészségünk a mindennapi feladatok vitelére, legyen bölcsességünk mellett bátorságunk a mindennapi küzdelmek elvégzésére, és emellett legyen néha szerencsénk is, és legyen szeretetre való képességünk, hogy szükség esetén segíthessünk majd az arra rászorulóknak. Mindannyiuknak kívánok boldog új esztendőt! Vádak és kárhoztatások, hibáztatások keresztüzében élünk. E gondolattal indította ünnepi prédikációját Kovács Dániel lelkipásztor a Szent Gáli Református templomban tartott karácsonyi istentiszteleten. Kérem, hallgassák most velünk a Pápai Református Kollégium gimnáziuma egykori igazgatójának igehirdetését. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján hirdetem Isten üzenetét az ő szent lelke által, megvan írva a felolvasott igében, Máté evangéliuma első fejezete 22. és 23. versében, valamint a Római Levél 8. fejezetének az első versében, eképpen. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, ime a szőz fogan méhében, fiat szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. A Római Levél 8. részének első verse,
Nincs tehát most már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Foglaljon helyet a gyülekezet. Igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, Jézus Krisztusban, hadd ismételjem meg még egyszer a római levél első versét. Így szól, hozzávéve az utolsó két szavát az evangélium igéjének, velünk az Isten, nincsen tehát most már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Kedves testvérek, ha nem tudatosodik is bennünk, csak az átkos súlyát érezzük a dolognak, megállapíthatjuk, hogy vádak és kárhoztatások, hibáztatások kereszttüzében élünk. Ezeket kapjuk és adjuk. Vádolunk és vádolnak bennünket. Kárhoztatunk és kárhoztatnak bennünket. Hibáztatunk és hibáztatnak bennünket. Ez az állapot megnyomorítja a lelkünket, az életünket, adott esetekben tönkreteszi a kapcsolatainkat, a jövőképünket. Valamikor a felvilágosult ember úgy vélte, hogy ezt a fajta vádaskodást, kárhoztatást, önhibáztatást, bűntudatot az egyház táplálta bele az emberbe, és ki kell iktatni Istent és az egyházat, és megszűnik minden önvád, minden önhibáztatás, és minden önmarcangolás. Nos, az Isten kiiktatása, az egyháznak a kiiktatása a történelem során, különösen ott a felvilágosodás korában megtörtént, de az ember lelke ettől nem lett könnyebb. Nem lett tisztább az ember lelkiismerete. Nem lett az embernek kevesebb belső konfliktusa önmagával, és külső konfliktusa másokkal. Sőt, vád, önvád, kárhoztatás, önmarcangolás és megmagyarázhatatlan nyugtalanság van az emberi lelkek mélyén. Lelkigondozói szolgálatom során nem egyszer találkoztam ideges, feszült, idegeiben túlhúzott, feszített emberekkel, akiket adott esetben, ha megkérdeztem, hogy mi a baj, nem tudom, csak felrobbanok. Nem szűnt meg az ember önvádja, mások vádolása, tovább folytatódott ez az áldatlan állapot. Éppen, hogy az Istent nem kereső világban zúdulnak ránk, ki nem mondott vádak és ítéletek. Figyeljünk, nézzünk bele egy kicsit, a reklámok, a filmek másról sem szólnak. Milyen képességekkel kellene rendelkezned? Hogyan kellene kinézned? Milyen társnak, férjnek vagy gyermeknek kellene lenned? Milyen életszínvonalon kellene élned? Eléd adják, kikkel kellene összehasonlítanod magad. És egyszer csak kezded rosszul érezni magad a bőrödben. Vádolva érzed magad. Azt látod, értéktelen vagy, tehetetlen vagy, csúnya vagy, csóró vagy, jelentéktelen vagy, senki vagy, és vádolod magad, összemérve magad ezekkel a nagyon hamis felhívásokkal. Gyűlik benned az önvád, önmagad ellen, és az egész világ ellen. Elkezd vádolni a lelki ismeret. Hol rontottad el?
és egyszer csak önmagaddal kerülsz nagyon súlyos belső konfliktusba. Lehet olykor, hogy vádol a lelki ismeret, ezt csendesebbre venni, elaltatni, de kiiktatni soha. Ez a lelkiismeret a legkritikusabb helyzetekben szólal meg, vádol, kárhoztat, szembesít a hibáiddal, a szavaiddal, a fantáziáddal, a törekvéseiddel, a mulasztásaiddal, a bűneiddel. És éljük az életünket folyamatos önvád és kívülről érkezett kárhoztatások alatt. Természetesen ezt a helyzetet meg akarjuk oldani. Megoldási kísérleteink a vádakkal, a kárhoztatásokkal szemben igen-igen változatosak. Hát először is szeretnénk felmenteni önmagunkat. Az önfelmentésnek a reflexe nagyon mélyen bennünk rejlik. Mosakodunk, visszavádolunk másokat. Vagy letörlesztjük a dolgot jósággal, úgymond, másokon való kényszeres segítéssel, vagy elnyomjuk magunkat, lekényszerítjük a tudatalattiba azzal, hogy letagadjuk ezt az egész helyzetet. Amivel vádolnak, vagy vádolom magam, az nem is rossz, hibátlan és büntelen vagyunk, mondjon bárki bármit. Nemhogy abba hagyná, még tüntetőleg csúcsra is járatja adott esetben valaki a hibáit, mert tüntetően azt akarja érvényesíteni vele, hogy ez nem hiba, sőt, akár erény. Szóval mindezek nem tesznek bennünket szabadokká. Sőt, még inkább megnyomorítanak lelkileg. Azt sem tudjuk már adott esetben, hogy mit miért teszünk. Megmagyarázhatatlan félelmek, üldözöttség, érzet, önvád és kárhoztatások lesznek úrrá rajtunk. Vádoljuk magunkat, vádolunk másokat, vádoljuk Istent. A római levél első fejezetében ezt olvassuk, miután az evangélium ezekkel a szavakkal fejeződött be, velünk az Isten. A római levél így folytatja, nincsen immár semmi kárhoztatás, semmi vád, semmi hibáztatás azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. S ha felteszed a kérdést, minden nyugtalanságod önvádaddal szembe, hova lehet fordulni belső feszültségeinkkel és vádoltatásainkkal karácsonykor, legjobbkor tesszük fel ezt a kérdést. Bibliaolvasó emberek tudják, hogy a törvényhez forduló ószövetségi ember nem kapott igazán megoldást a törvény ismeretéből és cselekvéséből. A törvény ugyan tiszta helyzetet teremtett, de nem szabadított meg a bűn hatalmából, sem pedig a jogos vádtól és kárhoztatástól. A hamis bűntudat alól felszabadított ugyan, de fejünkre olvasta Isten igaz és jogos ítéletét. Szóljon még egyszer hozzánk, és ne csak egyszer, a római levél, mondjuk ki úgy, karácsonyi üzenete. Nincsen immár semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Mit jelent ez nekünk egyszerű szavakkal megfogalmazva itt és most 2020 karácsonyán? Azt, hogy Jézus Krisztus, ami saját emberi testünkbe alászkodva, ide a földig hajolt ezért a kárhozott világért. Ahogyan a zsidókhoz írt levélnek az írója fogalmazza ezt az áldott lehetőséget, olyan főpapunk lett, aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, mert ő is kísértést szenvedett
mindenben, kivéve a bűnt. Testvéreim, el tudjátok képzelni, hogy Jézus Krisztus mindenfajta kísértést a saját életén hordozott el, amibe mi csak belebírunk egyáltalán kerülni. Hogy nem tudsz olyan helyen és olyan mélyén lenni az önvádnak és a bűntudatnak, hogy Jézus Krisztus ne tudná önmaga gyakorlatából, hogy mi van veled. Minden ítélet és kárhoztatás ott van Jézuson. Végleg megoldotta a kárhoztató ítéletet. Nincs ellenem olyan vád és kárhoztatás, amelyre ne mondhatná. Valaki ismeri, de nem csak, hogy ismeri, hanem megbűnhődött érte. Mindenben, amiben bárki elítél, Isten és az emberek, vagy én saját magamat, szabadulás van éppen ezért Jézus Krisztusban. Azt mondja ez a drága ige, ez azoké, akik Jézus Krisztusban vannak. Mit jelent ez? Akkor vagyunk ő benne, ha mi is halálba adtuk régi bűnös életünket. Jézus Krisztus golgotai keresztje alatt, és új életet kezdtünk ő általa. Nem lehet elégszer ismételni hát. Nincsen immár semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a mi Urunk Jézus Krisztusban vannak. Minden önvádtól, külső vádtól, bűntudattól, elveszettség érzettől ő szabadított meg minket azzal, hogy elhordozta ezekért az Isten ítéletét. Mondhatná valaki, karácsony van, ne nagy péntekről tessék prédikálni, nem lehet ketté venni ezt a kérdést. Éppen ezért zárásul szeretném egy ének elmondásával megfogalmazni ennek az ígének az üzenetét. Valamikor fiatal lelki pásztor koromban az Eger környéki református volt betánista hívőknek az evangelizációján tanultam egyszer, így szól ez az ének, talán valakiknek ismerős lehet. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Kinek lát engem az Isten? Sok bűnömért, vétkeimért megítél engem az Isten. Veszendő utolsó bűnös vagyok, csontomban kárhozat tüze sajog. Segítség, segítség, elpusztulok. Valaki kér, valaki vár, valaki hívogat engem, bűneimért, vétkeimért, valaki szenvedett értem. Megváltó Úr Jézus, befogadtál. Azért, mert szerettél, megváltottál. Összetört életem parancsra vár. Jogosan vádolt életünkkel, ezzel a reménységgel álljunk oda, a betlehemi jászolágy Krisztusához, hogy segítséget kapjunk a zsidókhoz írt levél ige verse szerint alkalmas időben, amikor arra van szükségünk, mert azért jött Jézus, hogy megkeressen, a kárhozattól megmentse lelkem, hogy átöleljen és hívó szavával saját szívére vonja vádolt, nyomorult életemet, és megszabadítsa azt az üdvösségre. Amen. Kedves nézőink!
Mielőtt elköszönök, szeretném felhívni figyelmüket, hogy a karácsony napján tartott református istentiszteletet teljes terjedelmében megtekinthetik január 3-án, vasárnap, délelőtt 10 órakor a Szent Gál televízió műsorában. Ezt követően pedig 11 órakor a Herendi Szent Euszták római katolikus templomban rögzített karácsonyi szentmisét láthatják. Ezzel ma estére megköszönöm figyelmüket. Önök a Tájkép magazin 15. évfolyamának 9. számát látták. Kérem, kövessenek bennünket az interneten is, a szentgáltv.hu weboldalon. Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok! Viszontlátásra!